Dicsértessék a Jézus Krisztus! Abban megegyeztünk, hogy 4 évvel ezelőtt jártál itt Püspök atya utoljára, bár lehet, hogy átszaladtál a községen, de hát 4 év elég hosszú idő. Hosszú lenne beszámolni arról, hogy mi mindent sikerült megvalósítani. Nagyon-nagyon szép emlékű Lukács Jóskát követve nem volt könnyű az ő nyomába járni, és folytatni, befejezni bizonyos álmait, terveit. Most éppen megmutathattam, hogy a Torony óra például elkészült azóta. Ugyanis nagy ünnepségbe kezdtünk ugyanakkor. Templomunkat 150 évvel ezelőtt kezdték építeni, és 3,5 év alatt épült föl. Úgyhogy most 3,5 évig állandóan templomépítés évfordulóját ünnepeljük különböző rendezvényekkel. No, de hát ennél sokkal fontosabb, hogy megint bérmálkozás. Lukács atya idejében majdnem minden évben volt bérmálás. 4 évvel ezelőtt megegyeztünk, hogy talán kevesebben legyenek inkább, de nívósabbak. Íme. És ezt most komolyan mondom. Egy sokkal értékesebb társaság, mintha olyan automatikusan belecsöppen valaki életkorának köszönhetően a bérmálásba. Tegnap mindjárt elvégezték a Szent Jónásukat, és mivel én elárulhatom a Jónási titkot már, mint azt, amit penitenciaként adtam neki, pontosabban ez a szó sem egészen stimmel, elmondom, hogy én arra figyelmeztettem őket, hogy mostantól kezdve, pontosabban attól a pillanattól, hogy megkened őket a krizmával, csak csettinteniük kell, és a Szentlélek már úgy. Tehát nem csak nekik kell megígérniük ezt-azt, hogy jók lesznek, templomba járnak, stb. Hanem most itt ígéretet tesz a Szentlélek Úristen. Én ezt számtalanszor így élem meg, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ilyenkor sokunknak eszébe jusson a maga megbérmátsága. Mert az jogosít fel arra, hogy csak annyit mondunk, hogy jöjj Szentlélek Úristen. És jön, és amikor döntenem kell, még időben figyelmeztet arra, hogy hogyan döntsem. Ezzel nyújtom oda neked a 25 fiatalt és 2 felnőtt férfi testvérünket, akiket a Jóisten most tudott végre nyakon csípni. Isten adott és követett. Köszönöm szépen. Kedves Püspök atya, szeretnénk megköszönni a bérmálkozók nevében, hogy eljött személyesen megbérmálni minket, és hozta tartalom. És egyúttal szeretnénk köszönteni Pappá Szentelésének 50. évfordulója alkalmával, hogy fogadja szeretettel ajándékot. Köszönöm szépen, aranyos atyáinktól. És ezt mindjárt aláírtam. Ezt a virág köszönöm. Nem is adom vissza. Nagyon nagy örömmel és nagy szeretettel köszöntlek mindnyájatokat. Hozzá vagyok szokva, hogy ez a kartali templom mindig zsúfolásig megtelik. És ahogy hallom, nem csak bérmáláskor. A hűség az egyházhoz, és az egyház szolgálatán keresztül az Úristenhez, ez a mi drága kincsünk, és ma kedves bérmálkozók, tulajdonképpen tőletek is ezt kérem egyházunk nevében. És ezért kérem a Szentlélek Úristent, hogy ebben a hűségben erősítsen meg titeket. Ez az a hozzáadott érték azokhoz a kincsekhez, amivel az Úristen megajándékoz minket. Ez a mi oldalunk. Szent Pál apostol ezt így mondja, hogy a megbízottól semmi más nem kérnek, mint a hűséget. Ti megbízottai lesztek velünk együtt az Úr Jézus szeretetének, az ő irgalmas szeretete közvetítésének. Hát sok szeretettel köszöntlek benneteket, szüleitekkel, családotokkal, rokonságotokkal, bérma szüleitekkel együtt, és ahogy apát úr jelezte már, tényleg elszaladt ez a 4 év. De hogy elszaladt az én 50 papi évem is, előre tekintünk, a jövőt kapjuk ajándékba az Úristentől. És erre mondunk igen.
Jóisten, színe előtt állunk, meghajtjuk fejünket hittel, imádságban. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a lelkeddel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, valljuk meg gyöngeségeinket, és kérjük, Urunk, megbocsájtó szeretetét, bűneink bocsánatát. Gyónom, ha mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy védkem. Érem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Imádkozzunk. Mindnyájan fogalmazzátok meg azt a fontos kérést, amit ma a bérmálás ünnepén szülőként, bérmaszülőként, lelki atyaként,
nagyszülőként a szívetekben éreztek, ezt kérjétek most mindnyájan saját nevetekben. És mindnyájatok nevében én is imádkozom. Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tarts távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. Ezt kérjük, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Örülj Jeruzsálem, s újongjatok ti is mind, akik szeretitek. Örüljetek és vigadjatok, akik gyászoltatok miatta. Táplálkozzatok tejével, lakjatok jól vigaszt nyújtó keblén, és teljetek el gyönyörűséggel, csodálatos gazdagságából. Mert ezt mondja az Úr. Íme kiárasztom rá a békét, mint folyamot, és mint kiárat patakot, a nemzetek dicsőségét. Tejjel táplálnak, karjukon hordoznak, és térdükön becéznek titeket. Amint az anya vigasztalja gyermekét, úgy vigasztallak én is titeket. Jeruzsálemben leltek vigasztalást. Ennek láttán örülni fog szívetek, csontjaitok, mint a fű, sarjadoznak, szolgáinak az Úr megmutatja segítő kezét. Ez az Isten igéje. Énekelje fölséges nevének énekünk. Imádunk már Isten dicsőségével. Minden nép hirdesse dicsőségének hírét. Mondjátok Istennek csodások bűveit. Nevelenek zsoltát zengjön. Imádunk Isten dicsőségével. Gyeretek, lássátok Isten tetteit, félelmetes csodákat művelt az emberért. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, nem akarok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Által a keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak. Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten igaz Izraelének. Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem testemen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek. Amen. Ez az Isten igéje. Amen.
Isten királyként érkezik. Békesség a mennyből és dicsőség a magasságból. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöngessetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békesség e háznak. Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek. Ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak, gyógyítsátok meg a betegeket, és hirdessétek: elérkezett hozzátok az Isten országa. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Tegnap Dunakeszin egy görög katolikus templomot szenteltek. Május 14-én nagyon jól megjegyeztem ezt a napot, Veresegyházon is egy gyönyörű új templomot szenteltünk. Templom épül Dunaharasztiban, egy kis nógrádi faluban, Ilinyben, és rövidesen kezdünk templomot építeni Dömsödön. Elmentem megnézni ezt a görögkatolikus templomot, hiszen személyesen nem tudtam ott lenni a szentelésen, és a görögkatolikus parókus lelkiatya hát nagy örömmel mutatta meg az új templomot, és egyszer csak úgy megállt a templom kapujánál, és azt mondja: püspök atya, nem lehet ez véletlen, hogy miközben Hollandiában, Belgiumban, Németországban templomokat bezárnak, vagy eladnak, mi magyarok templomot építünk. Most én azt hiszem, hogy a mai bérmálási ünnepen ebből a tényből kellene kiindulnunk. Kell kiindulnunk. Hogy mi magyarok Szent István népeként ahhoz az evangéliumhoz, ahhoz a jézusi üzenethez hűségesek akarunk maradni, amelyet 1000 éven keresztül a mi népünk nemzedékeken át továbbadott, és ami megtartott bennünket. Tegnap délelőtt egy másik szép élményben volt részem, Salgótarján közelében, ott a szlovák-magyar határon van a Karancshegy. És a Karancshegy tetején van egy szép kis kápolna, Árpádházi Szent Margitról elnevezett kápolna, és minden évben ott tartunk egy szabadtéri szentmisét. Az a hagyomány, azt őrzik ott a környékbeliek, hogy amikor a tatárjárás idején, a vesztett Muhi csata után 4. Béla király a maradék kis csapatával menekül, itt a Karancshegynél tette azt a fogadalmat, hogy a születendő gyermekét az Úristennek ajánlja, hogy kiimádkozza a magyar nép jövőjét.
És ott az országgyűlési képviselő a szentmise után ugyanezt a gondolatot mondta, amit én az előbb a templom szenteléssel kapcsolatban. Politikusként, mondja a képviselő úr, nincs más magyarázat, nem mondhatok mást, mint hogy a mi magyar népünk megmaradásának egyetlen magyarázata van, hogy hűségesek voltunk Szent István népeként a Krisztus hitéhez. Kedves bérmálkozók, templomot építünk, itt Európa közepén, abban az Európai Unióban, ahol most éppen az angolok külön útra akarnak térni, ahol itt a unió vezetői szégyelik a keresztet, nem véletlen, hogy ma a Szent Leckét hallottuk, Pál apostol szavát, nem akarok mással dicsekedni, mint Krisztus keresztjével. Az az Európa, amelyik szégyeli a keresztet, látja, látnia kell a széthúzásnak, az elégedetlenségnek, az önzésnek az eredményeit. Mi magyarok, és hát még egy kicsit hozzáteszem, hogy éppen ma reggel is a vasárnapi újság műsorban, legalábbis a végén elcsíptem a visegrádi palotajátékokkal kapcsolatban a V4-eknek a küldetését. Valamikor ott éltem Visegrád közelében, és én is részt vehettem ezeken a palotajátékokon, és tényleg azzal a tudattal gondolunk vissza arra a visegrádi találkozóra 1335-ben, hogy egész Európának példát adott akkor Károly Róbert, hogy meghívta a lengyel királyt, a cseh királyt, és ők békét tudtak kötni. És megint egy utalás a mai olvasmányra, olyan gyönyörű volt ez a mondat, kiárasztom a békét, mint folyamot, Jeruzsálemre, az én népemre, az én városomra. A hit tartotta meg a mi népünket. És kedves bérmálkozók, most, amikor ti is hitvallást fogtok tenni, itt az egész közösségünk színe előtt, ennek a folyamatnak a folytatói kívántok lenni. És amit hangsúlyoztam a szentmisénk elején, nem kér az Úristen más tőletek, mint a hűséget. Hogy ebben a hitben megmaradjatok. És ennek a hitnek megfelelően gondolkozzatok és éljetek. Köszönöm a kedves figyelmeztetést vagy utalást, hogy 50 éve indultam el a papi szolgálatra 1966-ban az Esztergomi Bazilikában, és amikor aztán ugyanott püspökké szenteltek, most már 16 évvel ezelőtt, ezt a jelmondatot választottam, hogy rendületlenül akarok a hitben élni. Permanentes in fide. Kedves bérmálkozók, büszkék vagyunk rátok, örülünk nektek, imádkozunk értetek, hogy a Szentlélek Úristen ezt a hűséget megadja nektek. De csak azt tud igazán hűséges lenni, aki megtapasztalta személyesen az életében az Úristen személyes szeretetét. Megtapasztalta, hogy Ferenc pápánk idén különösképpen is hangsúlyozza, Isten irgalmas szeretetét. Kedves bérmálkozók, az irgalmas szeretet a ti életetekben azt jelenti, hogy olyan családba születtetek, ahol a szüleitek fontosnak tartották, hogy megkereszteltessenek benneteket. Fontosnak tartották, hogy a hitben vezessenek, veletek együtt jöttek szentmisékre vasárnaponként. Olyan iskolába járhattatok, olyan tanáraitok, olyan papjaitok voltak, akik segítettek, hogy ma ide eljussatok. Mindaz, amit ajándékként kapunk az életben, az mind Isten irgalmas szeretetéről szól. Ma reggel is, amikor kiléptem az ajtón, és mentem megetetni a bárányaimat, meg a
négylábú szamaramat, hogy beleszippantottam ebbe a friss levegőbe. Ez a kis eső lehűtötte egy kicsit a forróságot, és olyan üde, friss levegő fogadott. Zöldelnek a fák, ott a mi Dunapartunk, olyan gyönyörű. De hát amerre itt most jöttem hozzátok, mindenütt él a természet. Aratásra kész a búzaföld. Minden Isten irgalmas szeretetéről szól. Ezt köszönjük meg, ezt ismerjük fel, és ezt valljuk meg, hogy az minden teremtő Isten Jézus Krisztusban, aki meghalt értünk a kereszten, a személyesen hív meg, hogy legyünk az ő szeretetének a képviselő. Ahogy apát úr mondta, azt a kedves gondolatot én csak megerősítem, hogy nem csak ti fogadjátok meg a hűséget, hanem a Szentlélek Úristen is biztosít benneteket, hogy nem hagy el minket, nem hagy el titeket. Bármit kértek az én nevemben, mondja Jézus, megadja nektek. A mennyei Atya, mert ti szerettek engem. Számíthatunk az ő megtartó szeretetére, az ő megerősítő kegyelmére. És nem kevesebb, amire vállalkozunk, mint hogy ebben az űrzavaros világban, ebben a sok ellenmondással terhes világban, aggódással terhes világban mi az Úristen szeretetét képviseljük, az egymás iránti figyelemben, jóságban, önzetlenségben. Kedves bérmálkozók, legyetek tudatában annak, hogy mi magyarok templomot építünk. Mi magyarok a 21. században is vállaljuk azt, hogy Európáért, a hazánkért és a többiekért is akarunk elöljárni, hogy reménységet, hogy jövőt tudjunk hirdetni. Hát ma ezért imádkozunk mindnyájan, és hisszük azt, hogy az Úristen nem fárad bele a jóságába, irgalmas szeretetébe, csak ahogy Ferenc pápán mondja, mi ne fáradjunk el soha. Hogy igen mondjunk minden reggel imánkban. És most valamennyien álljatok fel, hogy megújítsátok azt a hitet, amelyet a szüleitek, keresztszüleitek a kereszteléskor a ti nevetekben fogadtatok. És veletek együtt ma mindnyájan ugyanezt tesszük. Megkérdezlek benneteket, ellene mondotok-e minden gonoszságnak, gyűlöletnek, irigységnek, az önzés szellemének? Ellene mondom. Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hiszünk. Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, a kereszten értünk kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból és ül az Atyának jobbján. Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök, úgy, amint pünköstkor az apostolok részesültek? Hisztek-e a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Hiszünk. Ez a mi hitünk, egyházunk hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Mindnyájatokért imádkozom. Mindenható Istenünk, Urunk Jézus Krisztus Atya, te testvéreinknek vízből és szent lélekből új életet adtál a keresztségben, és megszabadítottad őket az áteredő bűntől. Urunk, küldd le rájuk a vigasztaló szent lelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét,
és töltsd el őket az Isten félelem lelkével, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves bérmálkozók, most, amikor egyenként ide jöttök elém, megkérdezlek benneteket, hogy kit választottatok az egyház szentjei közül példaképnek. Vegyétek őket komolyan, és egy életen keresztül ne csak a nevüket viseljétek, hanem kövessétek is őket. Ti pedig valamennyien foglaljatok helyet, és majd az első három bérmálkozó után énekszóval is imádkozunk együtt. Kit választottál védőszentül? Szent Pál. Azért egy kis történetet mondok, ti is leülhettek addig, amíg sorra nem kerültök. Múlt vasárnap Budapesten a Szent Imre városi templomban mondta az aranymisét Bolberic professzor úr, Bolberic Pál. Együtt térdeltünk az esztergomi bazilikában 1966-ban egymás mellett, amikor Szabó Imre püspök úr minket pappá szentelt. És akkor eszembe jutott ez a gondolat, hogy ezt nem sokan tudják, hogy a Miklós mellett van egy másik keresztnevem is, a Péter. És akkor arról prédikáltam, hogy Péter és Pál egymás mellett vitték a Jézusi üzenetet. És ezt most Pál, Bolberic Pál atyára meg rám vonatkoztattam, és együtt képviselték az evangéliumot. Hát most én Szent Pál apostol személyén keresztül ezt kérem tőled is, hogy tudjál mindig Pál apostol hitével, hűségével együtt tanúságot tenni Jézusról a te bérmálkozó társaiddal. Pál, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Amen. Béke veled. És a tervedőnök. Kit választottál védőszentül? Szent József. Szent Józsefet érdekes módon Ferenc pápánk, amikor 2013-ban pápává választották, és ő Szent Ferenc nevét vette fel, a beiktatása az március 19-én volt. És pont erről beszélt, hogy a hűséges, megbízható férfi. Ez az ő pápai szolgálatában is, és mindnyájunk keresztény életében egy fontos mozzanat, amiről beszéltem is nektek, a hűség. Hát Szent József, legyen példaképed ebben a hűségben, legyél te is Isten megbízható embere. József, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Amen. Béke veled. Istenem. Nagyon örülök. Isten áldjon. Isten hozott. Kit választottál védőszentül? Szent Versenyt. Bár most az Európa bajnokság kapcsán ugye mindenki a fociról szokott beszélni, és hát azt is szoktuk mondani, hogy a Karsai jól vezette a tegnapi meccset, meg de hát a Puskás ugye az a legismertebb magyar. És most mindnyájatokat kiábrándítalak, hogy nem ő a legismertebb magyar a világon. Mert Árpádházi Szent Erzsébet az, akit mindenütt a világon tisztelnek, és magyar szentként emlegetne. Hát legyél büszke rá, úgy is, mint egyház községetek védőszentje. A jóságnak, a szeretetnek a képviselője. Erzsébet, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled. Jó Isten, áldjon meg. És most énekszóval kérjük a Szentlélek Úristent, imádkozzunk tovább a bérmálkozóinkért, ugye nem baj, hogy csöndben szólunk. Kit választottál lévő szentségest? Én szentségest. Nem tudom, olvastad-e a Bolbáriszt? Majd egyszer olvastad. Jenkevicsnek egy nagyon szép regénye. A Kősegyház életéről szól, és ott is szeretem, hogy az a testőr, aki keresztényként odaállt a keresztények mellé. És az életét választott, hogy itt él, a kegyelmi szeretőről.
Thank you.
Szent László mindig így szoktam emlegetni, az unálom a férfi, aki becsületesnek maradni áll elfőként. Olyan fontos, hogy ebben a mai László, vedd a Szentlélek Yeah.
a Szentlélek ajándékának jelét. Bérmálás után valamennyien álljatok fel, hogy a Jóistennek köszönetet mondjunk, és kérjük a Szentlélek Úristen megtartó kegyelmét. Imádkozzunk egy szívvel, lélekkel, hiszen egy a hitünk, egy a reménységünk, és egy a szeretetünk, amelyet a Szentlélektől kaptunk. Könyörögjünk az Úrhoz a megbérmáltakért, hogy hitükből táplálkozva és a szeretetben megerősödve
életükkel tanúskodjanak Krisztus Urunkról. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk a szülőkért és a birma szülőkért, hogy szavukkal és példájukkal ezután is szüntelenül buzdítsák a megbirmáltakat Krisztus követésére. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk Ferenc pápáért és Miklós püspökünkért, valamint az összes püspökért, hogy a Szentlélek átadása által tegyék tökéletessé Isten népét Krisztus Urunk eljöveteléig. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a Szentlélek ereje által terjedjen és növekedjék a hit és a szeretet egységében. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk az egész világért, hogy az emberek testvéreknek tekintsék egymást, faji és nemzeti különbségtétel nélkül, és őszinte szívvel keressék Isten országát, ahol a Szentlélek békét és örömet ad a szívekbe. Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, te megadtad apostolaidnak a szent lelket, és általuk, valamint utódaik által tovább akarod adni híveidnek. Hallgass meg imádságunkat, és szent lelked erejével alakítsd át szívünket úgy, amint az apostolokét átalakítottad az első pünkösd napján, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő megszánva a tévejgő embert, világra született a Szent Szűztől,
majd kereszt halála által az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a sírból örök életet ajándékozott nekünk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget himnuszán zengjük, és velük együtt énekszóval mondjuk. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Miklós püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látását. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, jegyesével, Szent Józseffel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részeseire lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen.
üdvözítünk szavára és isteni tanítására felbátorodva így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert enyéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a békejelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Krisztus, magunkhoz vettünk az élet kenyerében. Kérünk, tölts el minket szent lelked kegyelmével, hogy hűséges tanítványaidnak bizonyuljunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Eminenciás püspök úr, a hívő közösség nevében megköszönöm, hogy fiataljainknak kiszolgáltatta a keresztény nagykorúság szentségét. Adja Isten, és ezért imádkozunk is, hogy megértsék most már felnőtt fejjel, hogy mi is történt ma velük. Megértsék, felfogják, hogy ki is az az Isten, ki is az az Úr, aki maga a szeretet. Akit mindenhatónak, örökkévalónak nevezünk, mégis tegezhetjük, atyánknak szólíthatjuk, mi meg időnként megbántjuk, elfordulunk tőle, sőt közömbösek vagyunk. Ő a szeretet, mégis időnként rádöbbent minket arra, hogy hozzá képest kik is vagyunk. Időnként bizonyos embereknek megengedi, nem tudom másképp kifejezni magam, hogy időnként belelásson az ő isteni életébe. Ez nem mindenkinek adatik meg. Én egy olyan olvasatát hallottam ennek, Harsányi Lajos papköltőtől, aki méltó volt erre, hogy belelásson ebbe az isteni életbe, és meg is tudta fogalmazni ezt az élményét, ezt a rádöbbenését. Én magam is egész Csíksomlyóig kellett, hogy elmenjek és megértsem ezt a történést, ezt a verset, ezt a mondandót, és teljesen mindegy, hogy 500 vagy 800 ezer ember előtt hallottam az ünnepi szónok előadásában, és ez a vers valami csodálatos. Nekem amatőrnek úgy tűnik, hogy ebben a versben meg tudta fogalmazni az emberiség földi történetének a teljességét, a kezdetektől a végsőkig. És mondhatnám, hogy az Úristen számára az emberiség földi története körülbelül addig tart, míg majd felolvasom ezt a verset, de nem mondhatom, hiszen az Úristen számára az idő nem értelmezhető fogalom. Az idő, mint dimenzió csak nekünk fontos embereknek, hiszen az idő is lett, az idő is teremtetett, mint minden az univerzumban, vagy ha úgy tetszik, a multiverzumban. Hallgassuk és értsük jól ezt a verset. Tehát Harsányi Lajos, ki az Úr? Kezdetben volt az Isten, és az Isten volt az Úr. Azután jött a tűz, víz, az ég, a kék az Úr. Majd jöttek a királyok, és azok lettek urak. Aztán elűzték őket, kiirtva magjukat, majd jött a felséges nép, és a nép lett az Úr. Majd jött a szent szabadság, és akkor az lett az Úr. Azután jött a terror, és a terror lett az Úr. Azután jött az ínség, és az ínség lett az Úr. Azután jött a bőség, de nem lett belőle Úr. Botorkált a megértés, nem is lett belőle Úr. Azután jött a bankár, és a bankár lett az Úr. Azután jött a sátán, és most a sátán az Úr. De elbukik a sátán, és nem lesz mindig Úr. És öngyilkos lesz a bankár, és nem lesz mindig Úr. És elmúlik az ínség, és nem lesz mindig Úr. És fölenged a terror, és nem lesz mindig Úr. És meghal a szabadság, és nem lesz mindig Úr. És megszelídül a nép, és nem lesz mindig Úr. Király, nem akad senki, és nem lesz többet Úr. És ránk szakad a kék ég, és nem lesz többet Úr. És füsté lesz a tűz, víz, és nem lesz többet Úr. Kezdetben volt az Isten, és az Isten volt az Úr.
örökkön és örökkön az Isten lesz az Úr. Azért imádkozunk, hogy fiataljaink is, de mi magunk is megmaradjunk a hitben, álhatatosan, rendületlenül, Püspök atya jelmondata szerint is, úgy maradjunk meg a hitben, mint Eminenciád, aki 50 éve felszentelt pap, és azt kívánjuk, kérjük, sőt énekeljük, hogy áldja meg az Úr, őrizze meg az Úr. Drága püspök atya, a nagy miséje alkalmából engedje meg, hogy nagy szeretettel köszöntjük, és nagyon jó egészséget és sok örömet legyen az egyház megyéjében, ahol nagyon sokan vagyunk, és nagyon számítunk, és nagyon szeretjük a püspök atyát, és szeretnénk együtt ünnepelni a gyémánt miséjét is itt ebbe a templomba. Reméljük, akkor is bérmálkozás lesz, és lesznek fiatalok, utódok, akiket újra meg tud bérmálni, és nagy korúvá tenni, atya. Isten éltesse! Én vállalom a gyémánt misét, de egy föltétellel, hogyha ugyanez a kórus fog énekelni. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm mindnyájatoknak. Hát, amit Ferenc pápától hallok és eltanulok tőle, hogy kérjelek benneteket, hogy imádkozzatok értem. Bizony, ezt mostanában sokszor mondom, hogy ha lehet, akkor ne öregedjetek meg. Nem jó öregnek lenni, de ha imádkoztok értem, jó Isten biztos, hogy ad erőt. És ahogy Szent Pál apostol mondja, hogy hát egy püspöknek, egy papnak mi lehet a nagyobb öröme? Ti vagytok az én örömöm, ti vagytok az én büszkeségem, ti vagytok az én reménységem. Ugye? Biztos. Akkor az utolsó szó jogán azt mondhatom, hogy nem tudom még hány bérmálás, hány elsáldozás vár rám, mint ahogy püspök atya sem tudja. De az biztos, hogy újabb és újabb ajándékként lep meg bennünket, vagy talán nem is lep meg, mert előre számíthatunk rá, a Jóisten, egy-egy ilyen alkalommal, mint amilyen ez a bérmálás volt. Ott állhattam kezemben a krizmával a püspök atya mellett, és gyönyörködtem. És hogy nehogy valaki félreértse, srácok, bennetek legalább annyira, mint a lányokban. Remélem most a lányok nem figyeltek ide. Csodálatosak vagytok. És mi lenne ráadásul, ha az ember azt is tudná, hogy milyen lesz az életetek.
Mert én hiszem, hogy megtanultátok most tegnap a gyónás vége felé, hogy csak csettinteni kell, és azt mondani, jöjj Szentlélek Úristen. És rátok lesz bízva ez az egyházközség 10-15 év múlva, karttal jövője is rajtatok múlik. És ti ennek a bérmálásnak köszönhetően nyugodtan vállaljátok föl ennek a közösségnek, világi egyházi közösségnek a jövőjét. Óriási kincs számotokra, hogy ti nem egyedül vagytok, hanem mindig, mondom, egy csettintésre odaugrik mellétek a Szentlélek, és segít, és segít. Lányok, ti is egész tűrhetően néztek ki. Magyarul gyönyörűek vagytok. És én egy kicsit szeretem úgy legeltetni a szememet rajtatok, hogy már látom, amikor majd még ennél is szebbek akartok lenni, mert hogy fátyol, meg uszály, meg abroncsos szoknya, meg virág itt, virág ott, meg tekintet itt, ott. Aztán ami ennél is szebb lesz, és erre készüljetek elsősorban, ha jó Isten nektek ezt a csodálatos ajándékot adta, hogy lányok, nők vagytok. Hogy egyszer csak azt fogjátok majd hallani, hogy olá, olá, egy semmi szebb hang nincs a világon. Édesanyák lesztek. És amikor már dönteni kell a harmadik, ötödik pincurka fölött, akkor jusson eszetekbe az én egyik kedves jó barátomnak, Tarjányi Zoli atyának a gondolata. Ő nekünk vele együtt papászentelt paptestéreknek mondta, hogy ha tanácsot akartok adni fiatalnak, hogy hány gyereket vállaljon, akkor mondjátok neki, hogy igen, üljön le a párjával, férjével együtt, és végezzen számadást. Osszon, szorozzon, majd kijön, hogy mennyire számíthat önmagára, párjára, nagyszülőkre, stb. És ha kijön a végeredmény, ahhoz egyet tegyenek hozzá. Ha kell, hát teljesen logikátlanul, a matematika törvényével mit sem törődve, tegyétek hozzá azt az egyet. Most már 4 év óta mondom, hogy a negyediket féláron keresztelem. A többit ingyen, de a negyediket, mert én negyedik gyermekként születhettem meg féláron. És hát tudjátok, még egy akciónk van ebben a közösségben, talán Püspök atya nem tudja még, pelenka akció. Ha valaki itt szentségi házasságot köt, és egy éven belül leteszi elém az eredményt, hogy kereszteljen meg, akkor azt a pincurkát egy évig én pelenkázom. Adjatok munkát. Egyet-kettőt már kipelenkáztam, néhányan folyamatosan kapják a segítséget a pelenkához. És szerintem nem is sírnak annyit, ha tudják, hogy kinek köszönhetik a pelust. Rajtatok a sor, vállaljatok családot, legyetek anyukák, legyetek apák. És hát ha a püspök atya megígérte, 10 év múlva is itt lesz, egyefene én is elugrok arra a gyémánt misére. Lehet, hogy máshonnan, lehet, hogy másként lehet majd észrevenni, hogy itt vagyok, de ígérem, hogy valamilyen szerét módját ejtem, hogy lássalak benneteket 10 év múlva is. Püspök atya, de jó, hogy kitalálta valaki ezt a szót, hogy köszönöm, mert ezt nem lehet ragozni. Köszönöm. Hát csak az, még az énekkart nem köszöntem meg külön, és a hitoktatót. Köszönjük, és mindnyájunk nevében köszönöm ezt a szolgálatot. És azért hadd reflektáljak egy kicsit azért a Harsányi Lajosra is. Olyan fontos, hogy aki átimádkozva tudja elmondani az Úristen titkát,
azzal tud bennünket igazán bátorítani, és itt vannak közöttünk, akik akár papként, hitoktatóként, de édesapaként, édesanyaként a saját hitüket tudják, átimádkozott hitüket átadni. Harsányi Lajos tényleg költőként olyan szépen fogalmazta meg, hogy ki az Úr. Ezt mindnyájan sejtjük, de olyan jó, ha ezt kimondják. Nagyon köszönöm mindnyájatoknak, szép ünnepet, és hát akkor találkozunk 10 év múlva. Nem, előtte még azért. Előtte még az ebéd asztalánál. Igenis, jó étvágyat az ebédhöz. Fogadjátok a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most is mindenképpen. Segítségünk az Úr nevében. Aki az kedvét és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A birmálási szentmise véget ért. Menjetek békével. Thank you.